Itt a 12. kerületben jelenleg több útfelújítás is zajlik. A Goldmark Károly utca, a Határőr utca és a Tóth-Lőrinc utca egyes szakaszain az elmúlt napokban kezdődött meg az útburkolat rendbetétele. Minden évben az utak állapotáról kapunk egy felmérést a kezelőtől, és az alapján választjuk ki azokat az útszakaszokat, amiknek a felújítása a leginkább indokolt. Így került be a programba ez a három utca. A felújításban érintett szakasz összesen mintegy 1 kilométer hosszú. A beruházás keretében teljesen kicserélik az útburkolatot, ami így a jövőben jobban bírja majd a terhelést. Emellett a 39-es busz megállóinak aszfalt burkolatát is megerősítik, és a járdákat is átépítik. A Goldmark Károly utca, Határőr utca, Tóth-Lőrinc utca felújítása több ütemben zajlik. A munkákkal várhatóan nyáron végeznek. A következő időszakban várható még a kerületben a Mátyás Király útnak egy rövid szakaszának a felújítása, szintén 12. kerületről van szó, illetve jövőre esélyes az, hogy a Virányoson a Kisáron utca, illetve a Tordai út át fog épülni. A fővárosi önkormányzat évente mintegy 3,5-5 milliárd forint közötti összeget fordít a rossz állapotú utak karbantartására és korszerűsítésére. A felújításokkal kapcsolatos forgalmi változásokról a BKK Info alkalmazáson keresztül is tájékozódni lehet. A tavasz kezdetével az allergiásoknak egyre több bosszúságot okoznak a megszaporodó pollenek. Nem voltak nagyon nagy fagyok, ami azt jelenti, hogy egyrészt a polleneknek a megjelenése is, hát már január végén voltak az első pollenek, a levegő mogyoró, ugye ez picivel talán korább, mint a megszokott, és hát a másik az, hogy ami a földben vannak pollenek, ugye ettől nem pusztulnak el ettől a hidegtől, egyéb kórokozók se pusztulnak el természetesen, tehát idén arra számíthatunk, hogy elég erős, ha azoknak az információknak az alapján, amiket most tudunk. Ugye elég erős lesz a pollen szezon. A szakorvos hozzátette, az erős allergének okozzák a legtöbb gondot az arra érzékenyeknek, még akkor is, ha csak alacsony koncentrációban vannak jelen a levegőben. Ilyen például a mogyoró és a tiszafafélék. Az ANTS legutóbbi jelentése szerint a napokban a nyírfa, a kőris, a ciprus és tiszafafélék, valamint a nyárfa pollenje okozhatnak allergiás tüneteket. Nékem Kristóf azt tanácsolja, lehetőleg még a tünetek megjelenése előtt kezdjék el szedni a megfelelő gyógyszereket azok, akik orvosilag igazoltan allergiával küzdenek. Bölcsen úgy teszi az ember, hogy egy 2-3 nappal korábban kezdi el a gyógyszert szedni, mert hiszen a hatásuk kialakulásához azért napok kellenek. Ugye nem igaz, hogy antihisztamint valaki bevesz, és akkor 5 perc múlva tünetmentesedő, szó sincsen. Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, megközelítőleg 2-4 millió embert érint az ornyálkahártya gyulladásos allergia magyar. Emellett a lakosság körében jelentős még az asztma és a különböző ételallergiák előfordulása is. Anyukkal összebújva pihennek a Budakeszi Vadaspark alig egy hetes vadmalacai. A 8 csíkos hátú kismalac már most is szívesen játszik egymással, azonban még szorosan anyjuk nyomában járnak. A vaddisznó alaphelyzetben fél az embertől és ártalmatlan. Azonban, ha a malacait veszélyben érzi, bármilyen állatnak és embernek egyaránt képes neki menni. Hogyha az ember találkozik a hegyvidéki erdőkben vaddisznóval és lát kismalacot, mindenképpen kerülje el, ne menjen oda megsimogatni, hiszen azt tudni kell, hogyha egy kis vadmalac, mert mindig van egy anyakoca, aki bármi áron, de megvédi az ő kis malackáit. Nem csak kismalacokat láthatnak a vadasparkba kilátogató családok. Nem sokkal a malacok után kis muflonok születtek, de a közelmúltban több állatcsaládnál is szaporodott a meglévő létszám. Egy kis baby boomot éltünk át itt a Budakeszi Vadasparkban, hiszen kezdődött ez a kisbárányokkal, aztán folytatott a kiskecskékkel, majd most megérkeztek a kisvadmalacok, és hát reményeink szerint egy kis őstulokkal is fogunk majd tudni szolgálni a látogató közönségnek az idei során. A fogságban született állatok esetén az a jellemző, hogy felnőtt korukban más vadasparkokba vagy állatkertbe kerülnek. Az azonban biztos, hogy még hosszú ideig nyomon követhetik a látogatók, ahogy a kismalacok lassan felcseperednek.